Bács-Kiskun megye északi részén a Duna mellett 1350 hektár szánton gazdálkodik Borbély István és családja. Területük jelentős részét 500 hektárt öntöznek. A termesztésben különösen fontos számukra a jó genetika, a kiváló géppark és az a növénykondicionálási és táplálási technológia, aminek a segítségével a lehető legtöbbet ki tudják hozni a magban rejlő lehetőségekből. Nagyon hektikus volt az idei tavaszi időjárás, sokáig hideg volt. Mennyire nehezítette meg nektek itt az indulást, a növényvédelmet a gabonatáblákon? Ezen a vidéken is az időjárás befolyásolt minket teljesen tavasszal, a növényvédelemben és ugyanúgy a egyéb munkákban is. Nehezen tudtunk elkezdeni a hideg idők miatt, nem mertünk időbe a kívánt növényvédelmi munkákat megkezdeni, mert a hőmérséklet nem volt még elegendő az, hogy normálisan dolgozzanak a szerek. Emiatt mondhatnám, hogy kicsit megcsúszottak talán az első kezelések. Hogyan reagáltak a hűvös időre a növények, a búza például? Mennyire lett stresszes? Ez az idő, meg bármilyen olyan hatás a környezetből a növényre, ami nem kedvező, az állandó stresszre kényszeríti, és stresszben van a növény, és ezeknek az enyhítésére ilyenkor mindig gondolni kell, és régóta is ezen gondolkodunk, hogy ezt segítsük át a növényeket ezeken az időszakon. Ehhez használtok egy technológiát már jó néhány éve. Miért választottátok ezt? Sok megoldás létezik a piacon. Van pár gazdálkodó, akiknek a tapasztalatait itt a környékben is, messzebb is meg véleményére adunk, és lassan már 10 éve, hogy megismerkedtünk a Huminis technológiával, annak a termékeivel, és mondhatnám a kedvező hatása a jó növény élettani hatásai miatt és a jövedelmezősége miatt is ezt használjuk, szinte mondhatnám az egész területünkön. Tapasztalatod szerint hogyan hat ez a növényekre, ez a huminsav? Úgy gondolom, hogy ez egy természetes biológiai anyag. Ez egy nagyon jól regeneráló, stresszoldó, növénykondicionáló szer, kiegészítve mikroelemekkel, egyszeri vagy akár többszöri kezelésben is, és a virágzást elősegíti, a vegetáció hosszát meghosszabbítja, és ezáltal jobb terméseket is tudunk realizálni. Rámentek még majd ezen kívül, a permetezésen kívül? Még egyszer vagy kétszer? A gabonában alapvetően kétszeri gombaölőzéses technológiát használunk, őszi árpában háromszor, és a kondiszolos kezeléseket, itt most épp egy öntözött gabonatáblánk van, itt kétszeri alkalommal fogunk kondiszolt is kiuttatni, bízva a nagyobb termésben, ahol öntözetlen körülmények között vagyunk, ott egyszeri kondiszolos kezelés megy a második gombaölővel együtt. Nagyon szép az állományotok, gyönyörű, gyommentes, és hát nagyon szép a gépparkotok is, nagyon korszerű gépeket használtok. Próbálkozunk mindig, igen. Édesapámnak is az a gondolata, meg mindig is az volt, hogy a meglévő területünknek a nagyságához legalább másfélszer vagy akár kétszer annyi gép legyen elegendő, hogy ezeket az időablakokat kihasználva, mert ez az időjárás ugye mindig befolyásol minket, hogy lehető leggyorsabban, legjobban meg tudjuk művelni a talajainkat és megcsinálni a növényápolási munkákat. Itt is ez a növényvédőgép, amit most használunk és dolgozunk vele, ez egy tavalyi beszerzés. Én úgy gondolom, hogy a permetezés technológia csúcsa. Bármilyen időjárásban, bármilyen talajkörülmények között tudunk vele dolgozni. Nagy teljesítménye. István, el lehet mondani azt, hogy az idei tavaszi szezonban az időjárás nektek kedvezett, hiszen eléggé stresszes állapotban voltak a növények egész idáig, és még most is sajnos, egész áprilisban. Sajnos ez a helyzet. Nagyon sok termelő használta a Huminis technológiát és más növénykondicionáló, illetve stresszoldó készítményeket ebben az esetben, de azt kell mondjam, nagyon sokan nem. Tehát vártak. Abban a márciusban, ami fagyokkal folyamatosan érkeztek a fagyhullámok, száraz volt a március, akkor bizony nem volt indokolt a gombaölőszeres kezelés, de bizony külön érdemes lett volna egy jó lomtrágya, kondicionáló készítmény kombinációval kimenni akár a kalászosokra is. Ez nem minden esetben történt meg. De ez nem késő még. Így van, nem késő. Jelenleg olyan fázisban vannak a kalászosok, hogy
aktuális lesz, megérkeztek az esők szerencsére, aktuális lesz a gombolőszeres kezelés, így kombinálható lesz a kondiszollal és a Solvitis termékeinkkel. Ez egy menetben a kezelés. Most itt Solton vagyunk, és itt most kezelik az állomány. Na most mikor kell a következő kezeléseket elvégezni a búzában? Hát a javasolt technológiánk, az első kezelés az bokrosodás stádiuma, sok esetben emiatt már ugye az említett okokból már ezen túl vagyunk, de a kondiszol növénykondicionáló készítmények és a K2, ami az új fejlesztésű növénykondicionálunk, az új generációs növénykondicionálunk, ami már magas hozzáadott aminosav tartalom is rendelkezik, tágabb lehetőséget ad a növények számára. Tehát nem olyan szigorú ez, mint mondjuk bizonyos biostimulátoroknál, hogy az adott fenofázisra van kiegyezve. Ezek a készítmények sejtszinten hatnak, és minden fenofázisban tudják támogatni az adott növénykultúrát. A következő kezelés javasolt időpontja egy zászlós levél, illetve kalászhányás, majd a virágzás. Elevenítsük föl, hogy mit tud ez a huminsavas technológia? Hát a huminsavak, fulvosavaknak a hatása a növényre rendkívül összetett. Nagyon hosszú lenne a lista, én két dolgot szeretnék kiemelni. Azok a partnereink, akik ősszel, egy őszi gyomirtással, vagy most koratavasszal márciusban, április elején boksosos stádiumához megtették, még a gyökértömegre bizony 10-20-25%-kal akár tudtak rásegíteni. Ez nagyon fontos, ugye, hogy egy nagyobb gyökértömeg jobb tápanyag és vízfelvételt tesz lehetővé. A későbbiekben, tehát hogyha a bokrosodásban, szárbaindulás elején jutatják ki, nagy mértékben a szárszilárdságot tudja javítani, a későbbiekben pedig egyre inkább a generatív, tehát a minőségi paraméterre tudunk hangsúlyt fektetni, így az említett zászlós levél, kalászhányás, virágzás stádiumában jobb terméskötődést, majd nagyobb hektolitert, jobb fehérje, sikertartalmat tudunk elérni a kalászosoknál. Mekkora termésmennyiséget tudunk emelni egy adott területen a gabonáknál? Minden évben 50-60 tesztet végez egy külső szakember, illetve a partnereink kis parcellán, nagy üzemben. És ezek a tesztek azt igazolják, ezek a kísérletek azt mutatják, hogy az elmúlt 10 év átlagában 10% terméstöbletet tud kalászosban, repcében, napraforgóban, cukorrépában és szójában elérni a Huminis technológiával termelő partnerünk.